Szombaton pontban reggel 8 órakor hivatalosan is elkezdődött az április 3-ai országgyűlési választás kampánya. A leendő képviselőjelöltek ugyanis ekkor vehették fel az aláírás gyűjtőíveket. Köszönöm szépen a türelmüket és jó munkát kívánok! Mindössze néhány órára volt szüksége Tolna megye egy-egy számú választókerületi országgyűlési képviselőjének ahhoz, hogy a szükséges 500 szignót megszerezze. Horváth István közel 2000 aláírással érkezett a szexedi polgármesteri hivatalba néhány perc délután egy óra után és fél egy között már összejöttek. Szeretnék köszönetet mondani azoknak az állampolgároknak, akik támogattak az aláírásukkal bennünket, illetve annak a több mint 200 aktivistának, aki ebben a nagy munkában részt vett. Az aláírások gyűjtésén nagyon sok támogatást és biztatást kaptunk a választópolgárokhoz. Tol. Horváth István azt mondja, nem állnak le az aláírások gyűjtésével, hanem a következő napokban további támogató szignókat gyűjtenek majd. Minden olyan uh, támogató rendőrszavazót meg fogunk keresni, aki szeretné azt, hogy támogatásával, aláírásával tudjuk folytatni ma megkezdett munkát. Tolnám egy választó választókerületében az aláírásgyűjtés első napján összesen 90 vettek fel ajánlóíveket. Mind a kilenc személy el is vitte az ajánlóíveket, így ők már gyűjtik az ajánláshoz szükséges 500 darab számot. Egy olyan személy van, aki független jelölt az összes többi valamilyen jelölőszervezet alapján nyújtotta be a nyomtatványát. A leendő jelöltek február 25-ig gyűjthetik az aláírásokat, azt követően négy napon belül dől el, hogy nyilvántartásba veszik-e őket.